Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz! Akkor be az és vigyük be hozzák a parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban! Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 mhz frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokol Ébresztő című műsor, az űrös műsor, az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és hát december 25-e reggele van, amikor ez hallatszik a rádióban, tehát ilyen módon szerintem érthető, hogy igazoltam vagyok távol, vagyis ez egy felvétel, Adás, egy konzervadás ismét, és viszont azért nagyon interaktív módon jött mégis létre, mert a, olyan témák lesznek ma terítéken, amelyekre a hallgatók tettek javaslatot. Többek között azok, akik a Facebookon keresztül válaszoltak arra a kérdésemre, hogy vajon mi a bubánat, így tettem fel a kérdést, hogy mi a bubánatról szóljon egy szokolébreztő, ami december 25-ére esik, vagyis karácsony napjára. Persze jött rengeteg remek ötlet, annyira sok remek ötlet jött, hogy igazából azoknak a nagy részéből újabb adások lesznek, tehát olyasmik, olyan felvetések voltak, amik önmagukban megérnek egy-egy egy teljes adást, úgyhogy ezért aztán nem fogunk mindenre sort keríteni a mai napon. De hát Ugye tényleg én, amit eredetileg felvetettem volna, az hát egy elég szomorú évforduló, de hát karácsony napjára esett az is, hogy egészen pontosan 20 évvel ezelőtt, 2003. december 25-én szállt le a marsra a Bigel 2 nevű űrszonda. Na most ez azért egy szomorú évforduló, mert hát ez az űrszonda, ez kudarcot vallott, ez a nemzetközi, projekt, de elsősorban brit vezetéssel valósult meg, ugyanis ez az ESA-nak, az Európai űrügynökségnek a nagyon sikeres Mars Express szondája által a Mars körüli pályára szállított brit fejlesztésű leszállóegység volt. Azért hívták Beagle 2-nek, nem azért, mintha lett volna egy Beagle 1 nevű űrszonda, hanem azért, mert a Beagle az eredeti, az HMS, vagyis Her Majesty's Ship Beagle az nem más volt, mint egy hajó, ami arról lett nevezetes, hogy ugye azt szállította Charles darwin amikor ment a Galapagos-szigetekre, és konkrétan a Beagle fedélzetén, a naplójában látjuk meg először azt az alapötletet, ami aztán ugye a Fajok Eredete című könyvéhez és az evolúció ötletének a felfedezéséhez vezetett, és azért is találó volt ez az elnevezés, és persze erre utalt ez az elnevezés, mert ez az űrszonda életet keresni ment a marsra. Ami azért is nagyon érdekes, mert folyamatosan az emberek arról beszélnek, hogy élet a marson így vagy úgy, de ha végignézzünk, hogy az űrszondák, amelyeket eddig az emberiség elküldött a marsra, azok közül hány volt olyan, ami ténylegesen életet keresett? Tehát nem voltak olyan eszközök, amik alkalmasok lettek volna mondjuk valamiféle mikrobiális élet nyomainak a felderítésére, akkor nagyon kevés ilyet találunk és ez tök érdekes, mert én nekem van egy olyan kis összeesküvés elméletem, hogy valószínűleg például a NASA talán, tipik, talán egy kicsit tudatosan kerüli is azt, hogy konkrétan olyan kísérleteket vigyenek oda, amelyeknek az esetleges negatív eredménye esetén mondjuk a közhangulat az ellen fordulna, hogy, hogy, hát akkor most akkor miért is kutatjuk a marsot, miért beszél mindenki a marsi életről. Ugye a NASA már egyszer rálépett erre a taposóaknára, mert pontosan ők küldték oda az első olyan űrszondát, sőt űrszonda párost, amely életet keresni ment a Marsra. Ez a Viking, angolosan Viking űrszonda pár voltak, amelyek 1976-ban gyönyörűen leszálltak a Mars felszínére. Ahogy ezek voltak az első olyan űrszondák, amik nem csak leszálltak a marsra, hanem még ott értelmes dolgokat is tudtak csinálni. Ez egy óriási űrszonda volt egy ilyen viking leszálló egység, az egy nagy hangverseny zongorával összemérhető méretű, tehát egy tényleg szép komoly cucc, és annak a belsejében három különböző kísérlet is volt, amelyek különböző módon jelek kimutatására specializálódtak, és a küldetés előtt érdekes, hogy abban egyeztek meg a projekt kutatói, hogy ha a három kísérlet közül az egyik akár pozitív, akkor azt úgy könyvelik el, hogy hát valami életre utaló jel van tényleg a Marson. Na most ehhez képest az történt, és tényleg ez is megér egy külön adást, hogy a három kísérletből kettő azt mutatta, hogy nem hogy életfunkció, hanem még szerves anyag sincs a Marson, de a harmadik kísérlet, az valami olyan furcsa dolgot tapasztalt, olyan kémiai folyamatot, ami, hát, amit korábban azt írták, hogy ha ilyet látnak, akkor azt a biológiai működés jeleként fogják értelmezni. Utólag azonban mégis azt került be a projekt zárójelentésébe, hogy ez nem volt egy konklúzív dolog és összességében az a konszenzus alakult ki, hogy a marson jelenleg nincs élet, mert hogy az UV-sugárzás az teljesen sterilizálta a felszínt. Hogyha esetleg van élet a marson, akkor az a felszín alatt van sokkal. De azóta sincs megegyezés arról, hogy ez a gyanús kísérlet az, az mi volt, és hogy, hogy mi okozta ezt az eredményt. És ez volt 1976-ban. És onnantól kezdve a NASA egyetlen egy olyan űrszondát sem küldött a marsra, ami képes lett volna az élet nyomainak kimutatására, és ezt a Beagle Kettőt, ami 2003. december 25-én, vagyis pontosan 20 éve ért le a Marsra, hát ezt sem a NASA küldte, hanem még egyszer, ugye a britek küldték egy éza küldetés keretében, tehát az Európai Ügynökség egyik küldetésének keretében. A projekt vezetője egy Colin Pillinger nevű fickó volt az Open University-ről. És ma már tudjuk, köszönhetően annak, hogy 2000, azt hiszem 2015-ben, az űrszondát a Mars Reconnaissance Orbiter nevű amerikai űrszonda lefényképezte fölülről. Ugye az MRO-nak, tehát ennek az amerikai űrszondának néhány deciméteres, jobb napokon néhány deciméteres felbontású képei vannak. Tehát konkrétan ki lehetett venni a Beagle 2-t, mondom, 12 évvel a leszállása után az űrsondának, És hát a, a, ezek a képek megmutatták, hogy mi történt ennek a nagyon furcsa alakú kis pici üreszköznek, ami virágszirmokként nyitotta volna szét magát, lett volna neki négy napelem táblája, azzal töltötte volna föl magát, és a négy napelem táblának ki kellett volna nyílnia ahhoz, hogy ki tudjon nyílni az antenna is, amivel a Földnek tudott volna hazaszólni az űrszonda. Na most a Reconnaissance Orbiternek a képei alapján egyértelművé vált, hogy a négy napelem tábla tehát hogy a szonda egyrészt sikeresen leszállt, tehát nem egy becsapódási krátert látott ott, vagy valamilyen törmeléket, hanem konkrétan meglátta a Bigel 2-t, és azt is meglátta, hogy a Bigel 2-nek két napelem táblája ki van nyitva, de csak kettő van kinyitva. A virágszirom alakú űrszondának a fele, az úgy tűnt, hogy nem nyílt ki, ami meg is magyarázza rögtön a történetet, tehát valószínűleg annyi volt, hogy csodálatosan sikeresen elérte a mars felszínt az űreszköz, hogy hát hogy is mondjam, csak majdnem 30 év után, majdnem 30 év után újra életnyomokat keresen a Marson, 2003-ban, de hát aztán sajnos nem nyílt ki az összes napelem táblája, és így aztán nem tudott fölnyílni az antenna sem, úgyhogy nem szólt haza a földre. És az a csodálatos az egészben, hogy azóta sem volt olyan űrszonda a marson, ami életet keresne konkrétan, itt van az újabb szomorú kanyar történetben, hogy úgy volt, hogy megint az európaiak tesznek egy próbálkozást, hogy helyszínen keressenek életet a Marsra, és ez le, Marson, és ez lett volna az ExoMars küldetés, amelynek keretében ugye a Rosalind Franklin nevű rover jutott volna el a Marsra. Ugye a Rosie Franklin, vagy Rosalind Franklin, ugye a DNS-társ felfedezője, lényegében azokat a képeket csinálta, amelyek alapján beletett azonosítani, hogy a DNS-nek tényleg kettős hélik szerkezete van. A, igaz, hogy ezt az interpretációt a Watson és Crick csinálták meg, és ők írták a cikket róla, és ők kapták meg aztán a Nobel-díjat, ami egy kicsit igazságtalan, sőt, nagyon igazságtalan, hogy nem került rá a cikkre egyébként Franklin. A Nobel-díjat amúgy se kaphatta volna meg, mert sajnos tragikusan korán elhunyt és ezért aztán a nobel az nem adható pusztumusz, tehát mire Watson és Crick megkapták a DNS-ért a nobel díjat addigra Rosalind Franklin már, már, nem volt életben. De eleve nagyon sokáig csak azt mondták, hogy a DNS az Watson és Crick, és, és folyamatosan ez, a, erről a két emberről szólt a történet, egészen az elmúlt évtizedekig, amikor végre a tudomány történet elkezdett igazságot tenni, Konkrétan Franklinnek, aki lényegében azokat az adatokat szolgáltatta, amik alapján rá lehetett jönni, hogy a DNS az hogyan működik. És hát nagyon, nagyon illő és méltó volt, hogy a Marsra küldött leg eddig talán legkomolyabb életkereső űrsondának, és annak is a hatkerekű európai fejlesztésű roverének azt a nevet adták, hogy Rosalind Franklin. Azonban Hát az ismert politikai okok ezt is megakadályozták. Sőt, nem is politika ez, hanem hadi okok. Ugyanis az történt, hogy ezt az űreszközt az Európai Ürügynökség nem önerőből vitte volna el a Marsra, hanem az oroszokkal szövetkeztek össze, és az orosz leszállóegység vitte volna el a Mars felszínre. Egyébként a kazacsok névre keresztelt, vagyis kicsi kozák nevű leszállóegység vitte volna el a Marsra a startot be is ütemezték 2022-re. Azonban ugye kitört a háború, melynek keretében az oroszok megtámadták Ukrajnát, és az Európai Rügynökség azonnal úgy reagált erre, hogy lényegében minden tudományos együttműködést megszakítottak az oroszokkal, leszámítva azt, amelyik a nemzetközi űrállomás üzemeltetésével kapcsolatos de ezen kívül gyakorlatilag mindent, az összes közös űrszondás programot, még ezt is, az ExoMars-ot is, amit teljes egészében megépítettek, és gyakorlatilag már ott volt Bajkonurban, és készre szerelve az egész szuc, és hát most a teljesen bizonytalan a jövője. Néhány héttel ezelőtt Budapesten járt az Európai Ürügynökségnek az ESA-nak a tudományos program, főigazgatója, és akkor én felmerészeltem neki tenni a kérdést, hogy hát mi lesz az ExoMars-szal, de hát nagy válvonogatások és kínos mosolygások voltak a, a, válaszok, amiket kaptam, tehát valójában nem lehet tudni, hogy mi lesz ezzel. Tehát a lényeg az, hogy ismét marsi életkereső program nélkül maradtunk. Ilyen értelemben szomorú ez az évforduló tehát. Annak ellenére, hogy még egyszer az Ézának a Mars Express űrszondája, aminek, ami mars pályára állt, és aminek ez csak egy pici leszálló volt ez a Beagle 2, hát az nagy siker, olyannyira, hogy még mindig működik. Tehát mind a mai napig tökéletesen, tehát én már húsz éve teljesen jól működik Mars körüli pályán, ami egy fantasztikus bravúr, és rengeteg tudományos eredménnyel gazdagított minket a Marssal kapcsolatban. Hát igen. Szóval az Európai Ürügynökségről is kérdeztek egyébként a, a, az hallgatók, akik lelkes, lelkesen beírogattak. Azért is egyébként, mert szintén december 25-éhez kötődő már két éves évforduló, hogy ugye akkor indult a James Webb. Ugye elképesztő, hogy, akkor, hogy azóta már eltelt kettő év, de így van. Tehát két évvel ezelőtt volt az, amikor ugye többször is láttuk vendégül műsorban Detre Őrs Hunort, aki, aki, az egyik fő tervezője volt az egyik, és fő felelőse volt az egyik legmenőbb tudományos műszernek, a Mirinek, ami azóta is tökéletesen működik. Most ennek az a köze az Európai Ürügynökséghez, hogy ugye az Európai Ürügynökség nagyon koményen részt vett ebben a programban. Ugye maga a Detreörs sem Amerikában dolgozott, hanem Heidelbergben, a Max Planck intézetben, mert a Max Planck intézet, tehát az e és, és, rajta keresztül az ÉZA, az Európai Ügynökség szállította például a MIRI-nek a tekintélyes részét, a MIR, eh, Middle Infrared, Mid Infrared Imager, vagyis a nem túl közel és nem is túl távoli, hanem olyan gyanús közepes hullámhoz tartományokban működő infravörös képalkotó rendszernek ők a felelősei. Ezen kívül természetesen az Európai Ürügynökség rengeteg fejlesztésben vett részt, de hát a leglátványosabb része ennek az egész sztorinak, amit hát az Éza tett hozzá, az a Start. Ugye a két évvel ezelőtti Start az Francia Gajánából történt, a rendkívül sikeres Ariane 5 hordozó rakétával, és uh, ilyen értelemben valóban egy nagyon fontos Éza évforduló ilyen szempontból egy sikeres éza évforduló ez. Na most, a, igen, és a kérdés arra vonatkozott, hogy oké, okay, ha már itt van ez az évforduló, akkor miért nem ejtünk néhány szót arról, hogy mi a túró az az Európai Ürügynökség, mert hogy a Názáról annyit lehet hallani, de hát az Ézáról, annak ellenére, hogy Magyarország is a tagja 2010, hát ha jól tudom, 2015 óta, de már is ellenőrzöm a számokat, tehát 2015. február 24-én lépett be Magyarország az Európai Ürügynökségbe. Hát mi ez az Európai Ügynökség? És különben is, mi az az Ariane hordozó rakéta, és hát miért Dél-Amerikából indult az James Webb például, meg az összes európai rakéta, az miért nem Európából indul, meg ilyenek. Szóval hát érdekes kérdések ezek. Most egyébként az Európai Ügynökség, European Space Agency ez jelen pillanatban 22 taggal rendelkezik. Ugye fontos ezt tisztázni, hogy ez nem az Európai Uniónak a szervezete. Tehát ez egyrészt meg is előzi tulajdonképpen az Európai Uniót, előbb alapult lényegében, mint a jelenlegi formájában az Európai Unió. Másrészt persze olyan tagjai is vannak, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, például Svájc, vagy benne van még Norvégia is például, nem is az Európai Unió költségvetéséből működik. Tehát hogy nem az ESA költségvetés az nem az Európai Unió költségvetésének egy tétele. Ez egy lényegében független, mondanám, de hát mégse teljesen független, természetesen ezért nem lett független az Európai Uniótól. Olyannyira nem, hogy vannak például olyan közös vállalkozások, amelyeket az ESA, tehát a European Space Agency, Európai Ürügynökség, és az Európai Unió közösen koordinál. Például ilyen egyébként a stratégiai jelentőséggel bíró Galileo program, ami a GPS európai változatának a kiépítése. Ugye a GPS, amit mindannyiunk telefonjai használnak, az a, a, GPS azt mondja, hogy Global Positioning System, vagyis globális hely meghatározó rendszer. Ez egy műholdas rendszer, lényegében azon alapul, hogy van a földkörüli pályán nagyjából 20 ezer kilométeres magasságban rengeteg műhold, nem annyira nagyon sok, tehát nem olyan Elon Musk féle Starlinki értelemben rengeteg, hanem mondjuk 24, tehát nem, nem, több ezer műholdról van szó, az, a GPS rendes működéséhez elég 24 műhold, Éppen azért, mert jó magasan vannak, tehát 20 ezer kilométeres pályamagasságról beszélünk. Na most ö, ott keringenek ezek a műholdak, és ezek a műholdak fel vannak szerelve atomórákkal, és ezek a műholdak az atomóráikkal ö, nagyon precíz jeleket sugároznak, amelyek nagyon precíz időpittyenések lényegében, és hát a mi telefonjaink, vagy mindenféle ilyen hely eszközeink, azok lényegében azt csinálják, hogy, hogy amikor a horizont fölött. azért van ilyen sok műhold, mert mindig fontos, hogy a horizont fölött legyen minimum három belőlük, és hogyha ebből a három műholdról a szinkronizált időjelek megérkeznek a telefonba, viszont a műholdak helyzete ismert, és a. A, a, tudjuk, hogy ők nagyon pontosan precízen atomórákkal összehangolva egyszerre küldik a pitjenéseket, és akkor a telefonjaink lényegében érzékelik ezeket a pitjenéseket, meg azt, hogy mekkora az időkésés. Algoritmussal lényegében háromszögelési úton, háromszögelés technológiájával, meg tudják határozni a koordinátánkat, koordinátáinkat, és hogy hol vagyunk. Tehát ez a GPS rendszer lényege. Na most az eredeti GPS rendszert, amit úgy hívnak, hogy a GPS, azt az amerikai hadsereg üzemelteti. Tehát a GPS műholdak, azok az Egyesült Államok kormányának, azon belül is az Egyesült Államok hadseregének a tulajdonát képezik, ami, amit ilyen módon lényegében önként és dalolva a világ rendelkezésére bocsájtanak. De most elképzelhető természetesen egy olyan stratégiai helyzet, hogy mindenféle megállapodás és nemzetközi szerződés ellenére mondjuk az Egyesült Államok mondjuk arra kényszerül, hogy hát azt mondja, hogy hát bocs, rácsok, nem. Mi nem, innentől kezdve nem adunk nektek GPS hozzáférést. Amire létezik amúgy lehetőség, tehát a GPS rendszert egyébként át lehet állítani egy másik frekvenciára, ami azt jelenti, hogy az úgynevezett polgári frekvencián, amin mi is használjuk, nem fog működni a GPS, hanem adott esetben akkor csak a másik frekvencián fog működni, amit a katonáik használnak, mert persze nekik kell, hiszen eredetileg nyilván a katonák navigációjához fejlesztették ki ezeket, hogy amikor mennek random közelkeleti országokat megszállni, vagy ilyesmi, akkor tudjanak navigálni. Na most tehát értelemszerűen ez nem engedheti meg magának a világ többi része, tehát nem véletlen, hogy az oroszok már a szovjet időkben elkezdték az ilyen saját GPS rendszerüket kifejleszteni, azt hívják GLONASS-nak, és hát az, a kínaiaknak is megvan az ilyenjük most már, és, és persze hát az Európai Unió sem maradhat le, mint stratégiai egység. Tehát ez például egy olyan projekt, amit az Európai Unió csinál, de azért nyilván az Ézával együtt. Tehát ez például egy olyan eset, ahol összefügg nagyon a kettő, de ugye alapvetően ez egy teljesen külön buli, ilyen értelemben az az Éza. És hát a története is érdekes. Egyébként most egy kicsit utána olvastam, hogy az Európai Ügynökség egy olyan szerződéssel jött létre, amit 1972-ben ratifikáltak. Az alapító tagok egyébként Belgium, Dánia, Franciaország, Hollandia, Nagy-Britannia, az NSK, Olaszország, Spanyolország, Svájc és Svédország voltak. Tehát 74 április 1-én alapult meg, vagyis így kezdte meg lényegben a működését, és akkor volt, akkor egyébként női sur seine Franciaországban volt a, a fő, a fő székhelye egyébként az Ézának, hát ma már ez nem így van, de az az érdekes, hogy az Éza az nem a semmiből keletkezett, hanem két korábbi európai űrszervezet összeolvasztásából, meg kibővítéséből jött létre. A közvetlen jogelőd az az ESRO, ESRO, vagy ESRO, ez a European Space Research Organization, ami miatt végül az éjszát meg kellett csinálni, az az volt, hogy az ESRO, az, az egy tudományos kutatásokkal foglalkozó szervezet volt, műholdakat is építettek meg minden, de például a fejlesztés az nem volt a prog programjuknak a része, viszont létezett egy másik európai szervezet, az ELDO, ELDO, European Launcher Development Organization, vagyis ELDO, amit szó szerint azt jelenti ugye, hogy európai Uh, hát hordozó a fejlesztő uh, szervezet. És hát ugye ez is, ebben is majdnem ugyanazok a tagok vannak, de azért lényegesen kevesebben, tehát abban Belgium, Franciaország, Hollandia, Nagy-Britannia, az NSK, Olaszország és Ausztrália voltak benne. Tehát az érdekes, hogy Ausztrália is benne volt. Ugye ott Ausztrália azért uh, jött szóba például, mert potenciális indítóhelyként is funkcionálhatott. Ugye egyébként a briteknek is volt saját hordozórakétaprogramja, ne, nem volt rövid élet, nem volt valami hosszú életű, azt hiszem két kísérleti startig jutottak el, amelyek amúgy sikeresek voltak, csak közben elfogyott rá a politikai akarat meg a pénz. De a, a brit hordozórakétákat egyébként Boomerából, Ausztráliából indították és ilyen módon Nagy-Britannián keresztül logikus volt, hogy Ausztrália is bekapcsolódott ebbe. szintén 1962-ben be, megalapult szervezetben az Eldoba, ba amely az Európa nevű hordozórakét a családot fejlesztette és aztán ezt a feladatkört aztán hozzácsapták az 1974. április 1 tényleg működni kezdő Ézához, az Európai Ürügynökséghez, hát, ami aztán persze bővült, bővülgetett, és már 2015-ben Magyarország is belépett. Na most itt a itt a fejlesztések. Érdekes, hogy, hogy, itt azért látható egy nagy francia dominancia, ami annak ellenére, hogy az nsk t ugye ott találjuk a, a, tagok között, az megjegyzendő, hogy a második világháborút követően szerződések tiltották a németeknek, hogy rakétafejlesztéssel foglalkozzanak. Ugye vegyük észre, hogy egyébként német rakétafejlesztésből nőtt ki az egész űrkorszak, ugye hát a náci időkben fejlesztgettek a Werner von Braunék, akik aztán Amerikában folytatták a fejlesztgetést, ugye a világháború után, és hát nagyon sokat tettek azért, hogy Amerika például embert küldjön a holdra. Szóval, hogy annak ellenére, hogy a II. világháború előtt és a második világháborúban egyértelműen a, a németek vitték a Prímet, ami a folyékony hajtóanyagú nagy hatótávolságú rakéták fejlesztését illeti, hát érthető okok miatt ugye szerződések korlátozták, hogy ilyen fejlesztéseket a németek végezzenek német földön. Az lényegében francia, francia projekt volt, francia, illetve brit. Tehát ugye a franciák és a britek nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy egyéb, a, és nem véletlenül nyilván, tehát köze van a kettőnek egymáshoz, hogy ezek az országok kifejlesztették az atombombáikat is a második világháború után, és szépen sorban belépkedtek egymás után az atomklubba hát azt is kitalálták ugyanezen országok, hogy hát a, a töltetek célba juttatásához szükséges interkontinentális ballisztikus rakétákat készíteni. Úgyhogy ezt meg is kezdték, és hát persze, ugye ennek egy ilyen mellékága, egy ilyen békés mellékága volt az űrkutatási, űrhajózási ordozórakét a fejlesztés. Na most a Diamant, vagyis Gyémánt, volt az a hordozó rakéta, amelyet a franciák kidolgoztak például, és hát lényegében annak a továbbfejlesztett változata volt ez az Európa rakéta és amit az Eldo készített. És hát ugyancsak az Éza, amikor megalkult az Éza, és újraindult az európai rakétafejlesztés, vagy és új erőre kapott az európai rakétafejlesztés, az is szinte kizárólag francia projekt tehát jelentett ebben az esetben. Ez volt az Ariane Ugye az Arián, ugye Ariadné fonala, ugye ismerjük a görög mitológiából, de praktikusabb oka egyébként az volt ennek az elnevezésnek, hogy egyszerűen a, a főkonstruktörnek főkonstruktőrnek a lányát így hívták, hogy Arián, aki a, az Ariadné névnek a francia verziója, és hát innen kapta az európai új és rendkívül sikeres rakéta ezt a nevet, és ez nem is csak egy rakéta, hanem egy egész rakéta család. Ugye az Arián 5, amit emlegettem, hogy a James Webb bűrtávcsövet pályára állította, immár kettő éve, az egy rendkívül sikeres és nagyon megbízható rakétává nőtte ki magát, annak ellenére, hogy hát például az első startja az katasztrofális kudarcal a robbanással végződött még a 90-es években. Ami azért volt egyébként meglepő, mert szerintem tök oké, okay, hogy egy rakéta első startja óriási robbanással végződik. A meglepő az volt, hogy egy rakéta első startjára tényleg hasznos terhet raktak. Tehát, hogy itt konkrétan annyira bíztak magukban a fejlesztők, amikor az Ariane 5-öt, tehát az Ariane család legnagyobb rakétáját építették és fejlesztették, hogy már az első startra beütemezték a Cluster nevű a földmágneses tér, térképező műhold család, mert ez több műhold volt, ez hiszem négy darab, amit egyszer állított, pályára, állított volna pályára ugye az Ariane 5, tehát ez sajnos csúfos kudarccal végződött, de ezek gyermekbetegségek voltak, de hát azért igen komoly, tehát a nemzetközi űrállomásra például modul méretű teherűrhajókat, ugye az ATV nevű európai teherűrhajókat rendszeresen szállított az Ariane 5, sőt, az eredeti tervek szerint, és ez is egy érdekes visszatérő dolog az esa kapcsolatban, az Ariane 5 szállította volna a Hermész űrrepülőgépet is. Ugye az Hermész űrrepülőgép, az szintén egy nemzetközi projekt lett volna. Elsősorban szintén Francia, projekt lett volna. Az egy kicsi méretű repülőgép volt, am lett volna, ami talán kettő vagy három fős személyzete lett volna, amely azonban az önálló európai űrállomáshoz, a Kolumbusz űrállomáshoz kapcsolódott volna hozzá. most a Kolumbusz űrállomás, az viszont elsősorban egy néme, a németeknek a nagy dédelgetett projektje volt. Tehát lett volna az eredeti tervekben, a 80-as évek optimista terveiben, a 90-es évekre lett volna egy saját európai ember szállító űrkapacitás, ami európai rakétával vitt volna fel európai űrhajósokat, francia Guyanáról, ugye most már érthető, hogy miért. Egyébként kis megjegyzés, hogy, hogy, miért is nem Európából indulnak az európai rakéták? Hát azért, mert ugye a föld kerületi sebessége az egy plusz lökést ad a rakétának, amely hogyha például megfelelő irányba indul, tehát nyugatról keletre, akkor az történik, hogy a lényegében a föld forgása hozzáadódik a kezdő sebességhez, és ilyen értelemben, hogyha megfelelő irányba indít az ember, annál inkább jót jelent az, hogyha kicsi a földrajzi szélesség. Tehát minél közelebb vagyunk az egyenlítőhöz, annál nagyobb plusz löketet tud adni a föld forgása, vagyis hát lényegében adott erejű rakétával annál nagyobb hasznos terhet lehet pályára állítani. Ezért aztán a franciák rájöttek, hogy hát van nekünk itt egy gyarmat, gyarmat birodalmunk, ugye még nyomokban, és itt van Francia Guyana, ami szinte majdnem az egyenlítőn fekszik. Valóban egyébként mind a mai napig a Guyanai Kuru, Francia Guyanai Kuru űrközpont az, ami a világ összes rakétaindító helyeik közül a legközelebb van az egyenlítőhöz. Tehát nem véletlen, hogy az európai rakéták is onnan indulnak. de visszakanyarodva a Hermes űrrepülőgéphez, hát a 80-es, 90-es évek gyönyörű terveiben szerepeltek ilyesmik. Aztán kiderült, hogy a Hermész az tulajdonképpen túl nehéz lett volna egyébként. Tehát az egyik, a sok, sok technikai dolog közül az egyik az volt, hogy nagyon bíztak abban, hogy sikerül olyan könnyű kompozit anyagokat kidolgozni, amelyek kibírják azt a hihetetlen nagy néhány ezer fokos hőt, hogy hőmérsékletet, amelyre fölízzik egyébként az űrrepülőgép is, a Space Shuttle is, amikor visszalép a föld légkörébe, vagy bármilyen űreszköz. A Space Shuttle esetében ezeket ugye ker ke kerámia a csempéket oldották meg ezt a problémát, de a Space Shuttle az egy böhöm nagy, hatalmas nagy cuc. Tehát a Space Shuttle az egy, hát nem akarok hüvéséget mondani, de nagyjából egy 100 tonnás hatalmas szerkezet volt a Space Shuttle orbiter, és ez képest a Hermes az egy pici űrrepülőgép lett volna, és meg ebből a pici űrrepülőgépből kiderült, hogy a vártnál sokkal nagyobb tömeget vinnének el a megfelelő hővédő csempék. Tehát ez volt az, hogy abban biztos, hogy, hogy, sikerül olyan dupla szénszálas, mindenféle szép kompozit anyaggal beborítani, ami tök könnyű hővédelmet csinált volna. Most kiderült, hogy hát ez, és sajnos ez nem, nem sikerült annyira ez a dolog, mint amit mint, mint amiben bíztak, lényegében nagyon-nagyon lecsökkent volna a hasznos teher. Tehát valójában a Hermész alig tudott volna bármi mást fölvinni, mint azt a pár jó embert, tehát azon kívül mondjuk a rakodó terébe nem nagyon fért volna bele semmi. De egyébként teljesen reál, reális döntést hoztak. Tehát valójában az Ariane 5-öt addigra már megtervezték és építették, tehát az Ariane 5 ilyen értelemben túl kicsinek bizonyult a Hermészhez, vagy hát a Hermész, tehát meg lehetett volna csinálni a Hermész, csak nem lett volna sok értelme, úgyhogy valójában ezt a projektet törölték, és, és hát az Európának és az Európai űrűnökségnek azóta sincsen saját olyan kapacitása, amelyel embert juttatna az űrbe. Ami amúgy nem akkora nagy baj, mint aminek elsőre tűnik. Például a Kolumbusz űrállomás, ami mondom a németeknek volt a fő, fő szerelme, az nagyon is szépen Túlélte a dolgot, és jelenleg a Nemzetközi űrállomás Kolumbusz moduljaként működik. Tehát, az eredeti, tehát nyilván sokat módosult a terv az eredetihez képest, de az eredeti terv lényegében egy külön űrállomás volt, és az szervesen elfejlődött egészen addig, hogy aztán, amikor az amerikaiak meghívták az ÉZET, hogy az akkor még Freedom nevű űrállomás tervbe csatlakozzanak bele, ami aztán a, aztán a Szovjetunió össze dőlésével és az oroszok beszállásával, aztán az iss a Nemzetközi űrállomással fejlődött tovább. Szóval akkor az Éz, Éz, akkor az Éza azt mondta, hogy hát jó, hát itt van nekünk egy ilyen jó kis cuccunk. És ebből lett a, a, az ISS-nek a rendkívül sikeres európai modulja. És azért ez sem volt önmagában előzmények nélküli, hiszen és akkor megint csak egy évfordulós dolog, Éppen nem sok héttel ezelőtt volt az, hogy 40 évvel ezelőtt volt az első Ézás űrrepülés. Úgy csinálják, hogy a kezdetől fogva, hogy hát másokkal vitetik fel az űrhajósaikat, vagy hát vitetjük fel az űrhajósainkat, ugye mondhatom most már, hiszen Magyarország is Ézatag, és persze egyébként a magyar űrhajóst is jövőre vagy jövő után, valószínűbb a 2025, most már amerikai cucc fogja fölvinni, nem egy európai, rakéta. De hát így volt ez már 1983-ban is, és 1983 novemberében került sor az STS-9 repülésre, a legendás Kolumbia űrrepülőgépnek az útjára, amin a még, leg még, legendásabb John Young parancsnokolt. És ez arról nevezetes, ez az STS-9, és a 9-es számú űrrepülőgépes út, hogy itt volt először a fedélzeten az Európai űrügynökség által kifejlesztett Space Lab, vagyis űrlaboratórium nevű hengeralakú modul, ami tényleg egy laboratórium volt, amely azonban nem egy külön repülő önálló űrállomás volt, hanem egy olyan henger alakú modul, amit az óriási Space Shuttle Orbiter űrrepülőgép, amerikai űrrepülőgép rakterébe lehetett berakni, és ottan végeztek kutató munkát az amerikai űrhajósok és egy német űrhajós is, Ulf Merbold. Ő volt az első Éza űrhajós tehát, sőt az első nem amerikai, aki amerikai űrhajón repült. Történt pedig ugye mindez 1983-ban. De még egyszerűen nem a német űrügynöks űrügynökséget vagy ilyesmit képviselt, hanem az Ézát, és amúgy a tartaléka az Vubo Kelsz volt, aki viszont holland, Később aztán ő is repült valójában. De de ezen a repülésen, tehát Ulf Merbold lett az első nem amerikai, aki amerikai űrhajon repült valaha. Hát 83-ban persze a kelet-európai országok űrhajósai már rég megjárták a világűrt egyébként. <laughs> tehát a Farkas Berci is fent volt már 1980-ban. Tehát ezt a nemzetközi űrrepüléseket az amerikaiak később kezdték, már csak azért is, mert a Space Shuttle kifejlesztése is csúszott, és 1981 előtt nem volt űrrepülőgép. Úgyhogy az Ulf Merbold egyébként még csak azt sem mondhatta el, hogy ő volt az első német az űrben, mert a Zigmund Jén az NDK színeiben egyébként már megelőzte őt. A lényeg, hogy, hogy hát ez történt, az STS-9 volt az első olyan repülés, amikor egy európaiak által épített űrlaboratóriumot megutaztattak a világűrben, és utána visszahoztak a földre. Tíznapos küldetés volt például az STS-9. Hatan voltak, de ezt úgy kell elképzelni, hogy három-három fős váltásban dolgoztak a laborban folyamatosan. Tehát egy, már volt egy kék meg egy piros csapat, amikor az egyik aludt, akkor a másik dolgozott, és így tovább. rengeteg tudományos kísérletet csináltak, nagyon hasznos dolgok voltak ezek, és hát rendkívül sikeres volt a Space Lab program. Nagyon nagyban megalapozta azt is, ahogy mondtam, hogy most az ISS-re aztán meghívást kapott az Európai Ügynökség. és hát aztán ez egészen odáig elfajult, fajulgatott ez a dolog, hogy bizony-bizony a NASA jelenlegi Artemis Hold programjában is nélkülözhetetlen az európai részvétel, vagyis az ESA, konkrétan az Orion űrhajónak, ami az embereket viszi vissza a Holdhoz, annak az egész hajtómű és ellátó egységét, a service modult, ahol a napelemek vannak, ahol a hajtómű van, ahol az oxigéntartályokat és minden ilyen fontos dolgot elhelyezik, tehát lényegében az űrhajó ellátó, teljes ellátó rendszerét azt az Európai Ürügynökség adja. Ugye konkrétan ezt az Airbus építi Brémában egyébként ezt a cuccot. <kül> Na, szóval hát igen, az Éza az nagyon megbízható partner ilyen értelemben, és hát említettem már a naprendszer kutató programokat is, persze, nagyon sok mindent csinál az Éza, hát a Mars Expressről meséltem, meg hát erről a Beagle 2 leszálló egységről az ő szomorú évfordulója kapcsán, de hát azért rengeteg, rengeteg, csodálatos elsőség fűződik az európai ürügynökség a naprendszerben. Most kettő kedvencet kiemelek, hogy 2004-ben, amikor szintén Názával közös program, a Cassini űrszonda odaért a Szaturnuszhoz, eh, ahol aztán nagyon sokáig nagyon sikeres kutatásokat végzett, lebocsájtotta az európai fejlesztésű Huygens Christian Huygens uh, holland csillagászról és fizikusról elnevezett leszálló egységét a Titán légkörébe, ami a Szaturnusznak a rendkívül érdekes, és valamennyire talán az ősföldre emlékeztető, tehát ilyen asztrobiológiai szempontból is különösen érdekes, holdjára. És az Európai Leszállóegység tökéletesen landolt a Titánon, fényképeket küldött onnan, méréseket végzett. Mind a mai napig ez az a legmesszebb levő bolygó test a naprendszerben, ahova bármilyen ember alkotta eszköz leszállt. És hát ezt az európaiak csinálták, rendkívül izgalmas küldetés volt. Hasonlóan izgalmas egyébként az a Rosetta program, amelyről néhány adással ezelőtt beszélgettünk. Itt csak egyszerűen szeretném javasolni, hogy mindenki, akit érdekel, és esetleg lemaradt róla, az menjen a, a hát akár a Tilos Archívumban, akár a szokolébresztőhu n keresztül az egyéb platformjainkra, mert ott bizony visszatekerve vissza lehet hallgatni a korábbi szokolébreztő adásokat is, és természetesen azt is, amelyben a Rosetta űrszondáról beszélgettünk, ami pedig a 169. adás volt, leszállás az üstökösre a Rosetta program, ahol ugye hát a programban résztvevő fejlesztőkkel, magyar résztvevőkkel, a fedélzeti számítógép tervezőivel beszélgettem. Tehát ez volt az első eset, amikor egy ember alkotta űreszköz, egy üstökös körül pályára, és egy üstökös felszínére sikeresen lebocsájtott egy leszálló egységet is. Szóval ez egy rendkívül érdekes, és hát rengeteg ilyen ézás programot lehetne mondani. Még az egy érdekes kérdés, hogy mit csinál az éza? Hogyan működik úgy szervezetileg az éza? Most ez egy tök jó pofa dolog, ilyen értelemben, hogy az ézának van egy... Azért nem léphet be akárki az ézába, mert fontos, hogy az országban legyen valamennyi űripari, űrfejlesztési kapacitás. Tehát az ézá tagfelvétel az nem olyan, hogy valaki befizeti, valamelyik ország befizetést, akkor azonnal mehet, hanem ott meg kell felelni annak, hogy, hogy például be kell tudni mutatni, hogy hát itt már jó sok űrtevékenységgel kapcsolatos fejlesztésben részt vett az adott ország ipara, illetve tudománya. De miért? Hát ugye azért, mert az ÉZA az úgy működik, hogy az ország az befizeti a tagdíjat, de úgy van a szerződés, hogy azt az adott országba kell visszapályázni. Tehát a befizetett tagdénak a teljes, teljes mértékét azt az ország vissza kell, hogy tudja pályázni, mert különben nem buli a dolog. De hát egy ország csak akkor tud visszapályázni valamit, csak akkor nyeri meg azt a pályázatot, hogy mondjuk kifejleszen egy űrszondára egy ilyen-olyan részegységet, vagy valami ilyesmit, Hogyha, hát, hogyha van erre know-howja, meg, meg technológiája, meg kapacitása. Egyébként ugye nyilván nem működne ez a dolog. Persze az ÉSA tagságnak voltak előszobái, és az európai űrszondákban már korábban is nagy részt vállaltak magyar kutatók, voltak ilyen előzetes projektek, például volt egy ilyen, EU, ilyen európai kooperáló állam, a European Cooperating State, ilyen státuszban volt Magyarország sokáig. A, a, amely azt jelentette, hogy hát ezek az országok nagyon tudnak, és tök jó alkatrészeket gyártanak űrszondákban, meg minden, csak akkor még nem volt meg a kormányzati döntés arra, hogy, hogy Magyarország konkrétan lép, belépjen, mert hát azért ez egy tagdíj, tehát azért ez, meg akkor is, ha visszapályázza az adott ország, tehát végül is Magyarországon kerül elköltésre az ÉZA a tagdíj, sőt, hát ha ügyesen pályázik az ország, akkor több pénz költődik el Magyarországon amúgy, mint, vagy az adott országban, mint amennyit befizetnek, de hát igen, szóval mindenképpen ez így működik. Ez az, az Ézának a logikája, de hát Magyarország az elég jól muzsikál egyébként az Európai Ügynökségben. Köszönhetően például azoknak a kutatóknak, akik rendszeresen megszólalnak itt a szokolébreztőben. Na, hát szóval ezt hiszem ennyit tudok így most dióhéjban elmondani az Ézáról, és egyébként az Ariane 5-tel kapcsolatban még annyi, hogy hogy hát mondtam, hogy a nagy igás ló volt az Ariane 5 hordozó rakéta, annak most volt a legutolsó startja. És ez azt jelenti, hogy hát bizony most nagy hordozó nélkül marad Európa, egészen addig, amíg az Ariane 6 első repülése be nem következik, ami számunkra azért is nagyon fontos, mert a tervek szerint az Ariane 6-on ott találjuk majd az első starton hasznos teherként a GRB bétát. Ugye a GRB alfa az a szokolébreztő kedvenc műholdja, amelynek a fő tervezője és, és fő hát, projekt kutatója, vagy hát mondanám, hogy, hogy témavezetője, Pál András, és lesz ennek folytatása. Ugye a gamma felvillanásokat, Pál András egyébként ugye a szokolébresztőnek egy, hogy hívják, egy állandó szakértő vendége hogyha esetleg ez nem lenne mindenkinek nyilvánvaló, nagyon sokszor volt már itt a műsorban, és lesz is a jövőben. Na és a GRB Alfa szondának, vagyis műholdnak lesz folytatása, ez lesz a GRB Béta. és sok egyéb ilyen pici kicsi, kísérleti hold mellett ez lett az egyik olyan dolog, amit az Ariane 6 első startján fölvihet. Most az Ariane 6 az egy árnyalatnyit nagyobb teherbírású de mindenképpen multifunkcionális rakéta, ami azt jelenti, hogy többféle konfigurációban lehet majd használni, tehát lesz egy ilyen könnyebb változata, meg nehezebb, mert lesznek az oldalán ilyen gyorsítófokozatok, és attól függően, hogy abból hányat rak rá az ember, különböző teherbírású rakéták keverhetők ki, de lényegében ez lesz az új európai igásló, és hát ennek a hajtóművét sikeresen tesztelték ott helyben Kurúban, vagyis Francia Gajánában, néhány héttel ezelőtt, egy tökéletes hajtómű teszt volt, ami én, hát optimizmusra ad tehát a rakéta maga kész, de azért itt még hát, Még az is elég optimistán hangzik, hogy ez 2024-ben felrepül, mert még annyi tesztelni való van még ezen kívül is. Ami azért jó, mert akkor legalább a pálandriseknek lesz például lehetőségük, hogy időben elkészüljenek a műholdal, de hát nem ez lesz nyilván az egyetlen teher. Ahogy mondtam az Ariane 5 esetében, hogy az első startra rátettek nagyon komoly tudományos műholdakat, és pórú jártak, mert felrobbant a rakéta. Na hát ugye, hát ez baj, úgyhogy azóta ebből sokat tanult az Éza, Úgyhogy azóta, amikor új rakétákat vetnek be, akkor az első startokra ilyen hát számukra alacsony prioritású terheket raknak, nem betontömböket, meg teszlákat, meg ilyesmi, hanem olyasmiket, amelyek nem annyira nagy 100 millió dolláros küldetések, vagy 100 millió eurós küldetések, hanem inkább ilyen egyetemi műholdak, mint például, vagy ilyen kisebb, ilyen kutatócsapatok kis Úgyhogy ilyen, i, ilyen módon egyébként a MASAT-1, vagyis az első magyar műhold, az a Vega nevű európai ézás kisrakétának az első startján ment föl az űrbe, és ugyanúgy most a következő nagy, a következő ezúttal nagy európai rakétának, az Ariane 6-nak az első startján is, hát ha szerencsénk lesz, akkor újabb magyar asztrofizikai kis műhold állhat pályára. Na jó, szóval hát reménykedjünk. Természetesen erről még sok-sok szó lesz, de még itt, hát ha már karácsony napja van, akkor mégiscsak néhány szót azért tejtek arról, hogy karácsony az űrben. Mi hogyan ünneplik az űrhajósok a karácsonyt az űrben? Az első ilyen dolog, ami megakadt nekem, az az volt, hogy amikor a Jingle bells egy Hóner, egy német gyártmányú, by the way, német gyártmányú Hóner szájharmonikával eljátszotta az űrben Wally Schirra, amikor 1965-ben a Gemini 6 repült, és ott volt mellette Tom Stafford, aki pedig hát egy csörgővel kísérte ezt a muzsikát, és hát ez volt az első zene, amit emberek az űrben csináltak, és hát bizony-bizony ez azért történt, mert december 16-a volt, hát nem, nem éppen karácsony, de az soha nem volt olyan, 1961 óta mennek emberek az űrbe, 1965. december 16-a előtt még soha nem volt olyan, hogy egy ember ennyire közel karácsonyhoz fölment az űrbe, úgyhogy hát ott tréfálkoztak is egy kicsit, mondták, hogy Houston, látunk az északi sark felől haladni valami azonosítatlan objektumot, figyeljetek, ezt a rádióadást fogjuk, és akkor eljátszották a jingle be ezt, amit teljesen megdöbbentek amúgy, mert ezt a pici szájharmonikát ezt felcsempészte a Wallisra egyébként, tehát senki nem tudta, hogy ő ilyet csinál, ő egy nagy poémáster volt egyébként, és jelen pillanatban a Washingtoni Air and Space Museumban tekinthető meg kiállítva ez az első hangszer, amelyen emberek az űrben zenét csináltak. Na jó, szóval hát ez volt az első ilyen kvázi karácsonyozás az űrben, amikor emberek konkrétan karácsonyoztak az űrben, a, tehát december 24-én, 25-én fönt voltak, az az Apollo 8 volt. Hát szegény Frank Borman az nemrég halt meg, úgyhogy már megemlékeztünk róla, de arról az aspektustól nem emlékeztünk meg, hogy egyébként 50, pont a 55 éve történt egyébként 1968 karácsonyán, hogy az Apollo 8 körüli pályára állt, és hát ennek keretében ők boldog karácsonyt kívántak tévé közvetítésben a, a föld lakóknak illetve hát felolvastak a Bibliából, amiatt aztán később be is perelte őket egy ateista szervezet, mondván, hogy hát ez itt az államnak és az egyháznak az összemosása, és hát hogy nem szép dolog, hogy az amerikai adófizetők pénzéből fölment közalkalmazottak, ilyen vallási propagandát csinálnak, de azért a világ nagy részének azért tetszett egyébként ez a produkció, illetve hát amikor aztán begyújtották a hajtóművet, és elindultak hazafelé, akkor Jim Level a másod pilóta azt jelentette a Földnek, hogy újongván, hogy hát működött a hajtómű és haza tudnak jönni a hold körüli pályáról, nem ragadnak ott örökre, milyen durva lett volna karácsonyra. Na mindegy. Szóval elindultak haza, és akkor mondta, hogy, hogy Houston, please be informed, there is Santa Claus. Vagyis, hogy Houston, tudatom veletek, hogy Létezik a mikulás. Na most et elszabadult a pokol, tehát évekkel később, amikor ezt így visszaolvasták, olyan legendárium alakult ki itt az ufo, ufológusok körében, hogy a Santa Claus az valamiféle. Kódolt nyelven azt jelentette, hogy az űrhajósok ufókat láttak, és hát rögtön elő is szedték a Gemini 6-os felvételt, amikor Wallis ira meg egy északi sark irányából poláris pályán keringő azonosítatlan objektumról számolt be, és ott is, mintha emlegette volna azt, hogy Santa Claus, ugye, tehát úgy látszik ezeknek nincs annyira nagy humorérzékük ezeknek, szóval valahogy így, így ebből a két esetből, tehát az egyik az a harmonikázás volt, a másik meg ez a Juston örömmel jelentem, hogy létezik a Mikulás. Tehát ebből a, ebből a két, két dologból hát valahogy kialakult ez, hogy hát az, a NASA kódolt nyelvén a Santa Claus, vagyis a Mikulás az UFO-t jelöl. Hát persze ez nem igaz. Azóta egyébként rengetegszer ünnepeltek karácsonyt az űrben. Ugye a szovjet kozmonauták annyira nem, <laughs> mert ott inkább az új évnek volt jelentősége, hiszen hát nem a vallást ezt eléggé üldözték egyébként, de az amerikaiak már a Skylab űrállomás idején a 1973 karácsonyán már ők karács ka ilyen koncertdobozokból készítettek karácsonyfát az űrben. És hát ugye 2000 óta folyamatosan lakott az ISS, tehát az utóbbi 23 évben minden évben megünnepelték a karácsonyt az űrben, az amerikaiak ekkor, meg a többiek ugye a szokásos időpontban, az orosz űrhajósok egyébként január 7-én, kirakják az űrhajósok az oknikat, ajándékoznak, meg esznek, kisznak, mulatnak, előszeretettel pózolnak Mikulásos sapkákban, egyébként Hanukát is ünnepeltek az űrben már többször, és az első ilyen alkalom az a, a 1993-ban történt, amikor Jeffrey Hoffman, asztrofizikus, aki éppen ment megszerelni a Hubble űrtávcsövet, sikerrel egyébként, de hát éppen Hanuka volt, ő is ott megünnep, ez volt az első ilyen, és hát ott a jó kis Dreidel nevű kis pörgetyűvel, ami a Hanukai egyik szimbólum, azzal ott szórakozott, ami egy nagyon jó pofa dolog, mert a súlytalanságban a pörgetyű az jól néz ki de gyerteket nem gyújtogatnak az űrben, se karácsonykor, se adventkor, se honukakor, se semmikor, mert az szigorúan tilos, nyílt használata az űrállomáson tilos. Na, hát ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk. Azt hiszem, itt az ideje befejezni ezt az adást, ami a szokolébresztő karácsonyi adása volt 2023-ban. Kettő hét múlva jövünk vissza, ami már az új évnek az első adása lesz. Szentpéteri László lesz a vendég a tervek szerint, akit szokásunkhoz híván ezúttal is az ázsiai űrprogramok állásáról fogok beszámoltatni, amelynek ő nagy szakértője és hát nagyon sok érdekes fejlemény történik ottan, úgyhogy érdemes lesz azt is meghallgatni. Szóval további kellemes ünnepeket, és jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.